Sok szeretettel köszöntök minden egy olvasót, nézőt, rajongót. Egy újabb podcast adással jelentkezünk nektek, és egyébként a mai témánk az a Rainbow Six Siege körül forog majd, hiszen ez az a játék, amely hát érdekes indulást tud maga mögött, viszont aztán az e-sport része igencsak felkarolta. Aztán igazából elindult ezen az úton, méghozzá felfelé, aztán úgy tűnt, hogy igazából a rajongók, illetve a közösség egy része elkezdett elpártolni, meg a Ubisoftot is hibáztatta, hogy vajon miért olyan frissítéseket adnak ki, amilyeneket. Eközben egyébként továbbra is az e része azt gondolom, hogy igen, csak profi módon működött, de hogy tényleg így van-e, illetve hogy mi a helyzet a hazai, illetve a nemzetközi szintéren, erről fogunk most beszélgetni Pálfi Bondali Tamással, illetve Varga Mornál Berci Bertaladna. Sziasztok Uraim! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást! Hello, Hello Szia! Köszönjük szépen a meghívást és hogy itt lehetünk! Első körben szerintem így arról beszéljünk, hogy mit lehet tudni amúgy a Rainbow Six Siege-ről, miért emelkedik ki, vagy miért tartják egyébként abszolút-e különbözőnek a többi FPS-től igazából ezt a játékot? Melyikön kezdje? <laughs> kezdje szerintem. Jó, rendben van. Igazából egy olyan zsandrát valósítottak meg a Ubisoftosok, ami régebben viszonylag volt csak jellemző, ugye mondjuk az ilyen játékok, mint a, a, régi Rainbow Six széria, illetve a, a SWAT széria, ami már egy hát egy felzabált uh, developer cégnek a, a a készítménye volt, abból szintén volt valamilyen szinten e-sport, és uh, ugye belehozták a képességeket egy FPS játékba, amire előtt ezelőtt nem igazán volt uh, precedens, és uh, az, hogy ez az egész a multiplayerre volt kiélezve, az csak még a, a habatortán volt, és azonnal a, a, az emberek beleszerettek, meg tetszett nekik ez a világ, meg tetszett a tematikája, ahogy működik a játék. Csak ugye voltak kisebb problémák, amiket, hát kisebb problémák, amiket ugye kellett javítani, de ettől függetlenül a játéknak az indulása egészen máig egészen jól kitartott, uh -huh. meg a szárnyalása. Annyival kiegészítenék Dedi, hogy nem feltétlenül multiplayernek indult a Siege maga, Uh, inkább a PvE volt, amit ők hangsúlyosnak gondoltak a fejlesztők, de úgy alakult, hogy annyira megtetszett az embereknek, hogy végül is az lett az elsődleges játékmód benne, uh, de azzal egyetértek abszolút, hogy, hogy hogy stílusban kiemelkedik a többi közül, tehát nem a sokadik ugyanolyan lövöldözős játék, hanem van ez az egy-két uh, olyan jegye, ami, ami miatt kitűnik. Érdekes, hogy ugye egy 1998-as szériáról beszélünk, akkor jelent meg az első része, és gyakorlatilag most már több mint két évtizede hódít. És az az igazság, hogy azért a Rainbow Six miután megjelent, azért nem feltétlenül hozta azt a várt sikert, amit a Ubisoft mondjuk elgondolt, viszont aztán maga az e-sport része, főleg a 2017-ben bejelentett Six Invitational, az gyakorlatilag így behúzta a profi réteget is, és ezáltal ugye hát szélesebb körbe elterjedt, és gyakorlatilag egyre többen kedvelték meg. Ti is úgy látjátok egyébként, hogy az e-sport ennyire hogy mondjam, hozzájárult ahhoz, hogy a Rainbow Six Siege arra szintre tudott eljutni, amit most is ismerünk belőle? Mindenképpen, mert ugye alapból, amikor Ubisoft kiadta a játékot, akkor még arról beszéltek, hogy hát mi kiadunk hozzá három szezont, meg jön még három évnyi patch, ennyit mondtak, és hogy durván három évnyi supportja lesz a játéknak. Csak az emberek elkezdték kompetitív szinten játszani, amire a Ubisoft nem számított. Igazából a Ubisoftnak nem is volt e-sport a trackmania kívül, hogyha úgy vesszük. Úgyhogy nekik az egész, az egész e dolog egy nagyon-nagyon új dolog volt. És hát szépen elkezdték tanulgatni, beleszokni, stb. És aztán ugye amikor jött az a vízválasztó harmadik év, akkor mondták, hogy ja, amúgy még három évet még szeretnénk erre húzni, meg még ki tudja, még meddig szeretnénk ezt pontosan csinálni. Úgyhogy határozottan az e-sport tartotta szerintem fent egy, egy, igazán magas szinten a játszottságát. Egy biztos, hogy emiatt a támogatottsága is nagy maradt a játéknak a, a fejlesztő részéről. Az más kérdés, hogy igazából milyen ütemben haladt a Ubisoft a fejlesztésekkel és a gondolkodás a megváltoztatásával, mert eleinte tényleg a játékban arra mentek rá, hogy ilyen az élemény legyen meg az emberek, inkább a casual réteget próbálták megfogni, de nyilván azért az emberek megunják ugyanazt a játékot, hogyha ha casual, ha nem, azért meg fogják idővel unni azt a játékot, és kezdett átmenni egyre inkább a, a kompetitív irányba, és láthatjuk, láthatjuk azt, hogy ha nézzünk egy videót, pont percnek a satornáján van talán hasonló videó is, van egy-kettő egy videó, igen, Rainbow Six kapcsán, hogy milyen volt mondjuk régen a játék, amikor mondjuk kijött, vagy utána egy-két patch meg milyen most egy sokkal világosabb, jobban látható, jobb netkód, stb. Még akkoriban egy sokkal inkább egy ilyen, nem azt mondom, hogy ijesztőbb élmény, de, de tényleg egy ilyen realisztikusabb, sokkal sötétebb, komorabb világ volt, mint, mint most Igen, A sötét az jó szó a hangulatára is, a játékmenetre is. Ez jó szó, úgy gondolom, hogy sötétebb volt. Um, és sokan ezt hiányolják egyébként most az ismerősi körömből, azt a, azt a vibe-ot, azt a feelinget, hogy bemész, és akkor te most a jó fiú vagy, vagy akár rossz fiú, ugye ez másik játékban is vonal tud lenni, de ezt van, aki hiányolja, valakinek ez, ami most van, ez tetszik. Üm, viszont azzal egyetértek még a mondandót kezdetével, hogy a Rainbow Six-nek úgy összességében, beleértve a casual is és a, a mindent, akkor ment igazán a szekér, amikor az esport is szárnyalt, ez mondjuk a 17-18-19-es év, ugye ekkor voltak a legnagyobb rendezvények, esetleg még a Covid -a éra előtti 20-as Invitation, amit a Space Station nyert, azután én úgy gondolom, hogy ott lett lezárult azért egy picit, esportban is egy korszak, egy a belül, lehet majd valamikor azért lesz még ilyen magasságokban, de most én lentebb érzem egy kicsit a játékot. Most nagyon lent van. <laughs> Kicsit egyébként úgy tűnik, hogy a Ubisoft az, mint megváltoztatta volna a filozófiáját, és ilyen szolgáltatásként gondolom ugye a Rainbow Six-re is, hiszen folyamatosan jönnek a szezonok, és azért elmondják most már elég sűrűn, hogy a következő egy évre is mit terveznek. Tehát előre láthatóan az új operátorok, pályák, mik azok, amit módosítani szeretnének, ugye folyamatosan támogatják igazából a Pro league tehát saját bajnoki rendszerük is van. Tehát gyakorlatilag tényleg hosszú távon építkeznek ebből a szempontból ugye a Rainbow Six Mit gondoltok egyébként ez a... Most csak párhuzamat tudok vonni. Ugye a Cségó is gyakorlatilag már nagyon régóta megy, a mobáknál is lehet ezt látni, hogy iszonyatosan hosszú távra terveznek. Tehát kicsit olyan, mint mintha már egy a sportvilágában is ugye nem változik a labdarúgás nagyon sokat, nem akarnak egy labdarúgást Ez Tehát feltétlenül igaz egyébként. De nem egy labdarúgás 2.0, a találkozol, van. mint ahogy nem lesz Dota 3 vagy League of Legends 2, legalábbis egyenlőre. Uh -huh. Szóval, hogy ez a hozzáállás egyébként jó hosszú távon, vagy ahogy ti is látjátok, hogy azért lezárult egy korszak, valami jóval nagyobb új. Vagy esetleg egy következő játék is szükséges lesz, hogy a Rainbow Six, mint cím, az megint nem tudom, magaslatokra törjön? Ez nehéz kérdés, mert alapvetően amiket az utóbbi időben változtattak a játékban, meg amiket behoztak, azok mind nagyon-nagyon jó dolgok, csak túl későn. Uh -huh. És az emberek már már akkor már elpártoltak, vagy akkor pártoltak el, amikor a Ubisoft felocsodott abból, hogy ja, nekünk valami tényleg csinálnunk kéne, és hallgatni kéne valamit a közösségre, hogy mit szeretnének, mert azért, ahogy te is mondtad, nem mindenki akarja ugyanazt a játékot folyamatosan játszani. Más az egy más az egy, egy Mobánál vagy Lolnál tényleg. Azért a Lolba is látjuk az elmúlt évek alatt elég komoly változtatások voltak, de a játék lényegen megmaradt. Illetve nehéz a rainbow ő, egy olyan olyan matchmaking rendszer, mint ami most van, beimplementálni új játékosokat, mert szoktuk mondani, hogy erre a játékról ez egy úgynevezett ilyen noob killer játék. Mm -hmm. És ez nem azt jelenti, hogy, hogy mindenki noob, aki játszik vele, hanem ez tényleg arra szól, hogy ha új vagy, és olyan ellen aki egy picit is ismeri a játékot, vagy a pályákon már jól ismeri ki magát, akkor szinte esélyed nincs. Tehát nem tudod magad jól érezni a játékban. És akkor most hozták be ugye azokat a game, game módokat, hogy team dit match, most dit match neve, meg egyéb ilyen fun -módokat, amikor már ki van, hány éve a játék? Hát már lassan 7.-8. környéke azt van, azt 15-15 végén adták ki, Igen. ha jól emlékszem, Igen. tehát ez az már jó pár év. Én is ezt megerősíteném, hogy későn jött sok dolog. Tehát, hogy jó dolgok jönnek, megjöttek, csak ez ilyen, nem az, hogy egy-két hónap késésben, hanem ilyen négy év késéssel. Igen, Vannak igen. olyan dolgok, akár ez a deathmatch is, amit mondasz, a, ez a shooting range is, igen, egy olyan ja, dolog, ami, ami, azért a legtöbb FPS-ben egy alapfunkció. Tehát a, a, valorant valorant, már ki. a a, bétájában is benne volt ez, vagy már akkor is, mikor nem is Valorantnak hívták, csak valami, valami projektneve volt, azt hiszem. Szóval a lényeg a lényeg, hogy, hogy egy kicsit elkéstek, de ez azért van, mert a Ubisoftnak, ahogy te is mondtad, nincsen nagyon um, tapasztalata az esport világában, hogyan kell csinálni egy esportot, mert például a mert valóban... a multiplayer játékok kapcsán igen abban annyira, hogy hogyan kell fenntartani egy a, ilyen rendszert. Igen, a Coop azért az nem úgy multiplayer, nem. mint ahogy a Rainbow Multiplayer, mert azért a Ghost Reconok mentek, meg stb., de, de az nem ugyanaz, mint egy 5 shooter, ahol, ahol minden is számít netcode, stb., amit mondtál. Úgyhogy igen, ezt én is meg tudom erősíteni. És visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy legyen -e esetleg Rainbow Six Siege 2 vagy valami hasonló, én azt mondanám, hogy, hogy most jobban hajlok rá, hogy legyen, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. 5 évvel ezelőtt úgy voltam már, hogy ezt megcsinálják nagyon jóra, és, és akkor örülünk, de most már én inkább azt mondom, hogy lehet, el kéne engedni For the Greater Good hosszú távon, és, és legyen egy, egy amit direkt. Már az engine-től kezdve minden azért van, hogy ez egy FPS. Ahogyan azért nincsenek olyan játékok, hogy engine cseréltek a játékon belül, inkább kiadtak egy új játékot. Például Így van. a Counter-Strike-szériában van erre példa. Így van az is érdekes, tényleg, amikor a Ubisoft maga elmondta azt, hogy igazából mi miért ilyen Assassin's Creed Engine-re tették a Rainbow Six-et. nem, számítottak arra, hogy ekkora sikere lesz a játéknak, pedig azért, amikor volt az E3-as bejelentése a játéknak, az emberek megindultak rá, hogy hú, ez hol lehet és mikor preorderálni, mert erre vártak már egy ilyen tényleg egy 4 típusú játékra, ami vannak plusz dolgok, ami plusz dolgokat lehet csinálni, és emlékszem, minket is, engem is ez vonzott be. Ugye régen, mint mondtam, kompetitív játékos voltam, és megláttam ezt a játékot, meg a régi szvatosok, és úristen, egyből fölé lett az a régi közösség, stb. Meg új embereket vonzott be az egész. Aztán utána megjött az, hogy a Ubisoftnak ugye jöttek a megkérőz, döntései, nem csak a játék fejlesztése, hanem az e-sport felépítése kapcsán. És nem azért hoztak rossz döntéseket, mert rossz feedbacket kaptak, hanem egy szimplán nem hallgattak gyűjtű, a feedbackre. Kicsit önfejűek voltak. Máig egyébként Az évekig azok. tartotta még a pro playerekre hallgatni kezdtek. Igen, amíg, amíg, elfogadták azt, hogy jó, a profi playerekre nem az, hogy hallgatni kell minden szavukra, és inni kell azt, hanem hogy azért időnként érdemes leülni velük, beszélgetni, hogy hogyan kéne a játékot a továbbiakban görgetni. ugye nem, kiadták a Liont és a Finkát, mint operátorokat, és és máig a teljes gaming és esport világban úgy tartják, hogy a Lion volt, mert most még egyszer mondom, esport világban, tehát minden játékot beleveszünk. A Lion az, ami mindig a top listákon szerepel, hogy ezt a karaktert kiadták egy esport játékba, és olyan szinten gond volt vele, hogy a volt egy profi, aki azt mondta, hogy ki volt kapcsolva a monitorja, de tud, tehát tudta használni a csapata őt, mert csak nyomni kellett egy gombot, és ugye minden ellen a pályán. Itt ezek a, ezek a dolgok voltak itt a problematikusak. Mert ugye esport szinten máig jönnek az olyan döntések és változtatások, amik nem biztos, hogy időben vannak, vagy jó jókor történtek. Ugye most például látszik az, hogy franchise-osítva lesz a versenyszféra. Bejelentették, hogy a Challenger League, amiért éppen most már most már nem, de eddig küzdöttek a magyarok is. Hát igazából nem visz már be az IUL-be, hanem csak pontokat kapsz, és akkor következő kvalikon azt viszed magad a pontokat, és így már most látszik az, hogy magyar és nemzetközi szinten is az emberek így azt mondják, hogy srácok, hát nem, nem, nem a jó időpontból teszedek be ezt egy franchise rendszerbe, úgyhogy vannak olyan csapatok az EUL-ben, a T1 ligában, vagy az NEL-ben, akiknek nincsen rendes organizációjuk, mert nem találnak, mert nincsen akkor a uh, meg. Na, nincs akkor a market már a játékban. És ezt kellett volna jobban egy kicsit felrázni, egy kicsit jobban, mint mondjuk a cségó, egy kicsit ilyen uh, mondhatni vadabbá tenni a, a, szénát azzal, hogy jó, most látszok, rendezetek versenyeket, legyenek bajnokságok, építkezzen lentről még egyszer fölfel a játék, ahogy egyszer már megtette, organikus módon, és ez a, ha nem tud felépülni organikus módon, akkor lehet hagyni természetesen, lehet mondani egy új engine lévő később Siege 2 akár, és ez még lehet hogy jót is tenne magának a Ubisoftnak, mint cégnek is, de most jelenleg ezek a döntések nagyon megkérdőjelezhetőek. Megragadt bennem az egyik része a mondandótoknak, és egyébként ez kb. minden játékban előjön, amivel találkoztam igazság szerint, hogy ugye sokszor a játékosoknak a nagy része az mindig arra panaszkodik, hogy hát vagy a, vagy a casual rétegre próbál, ugye a fejlesztő odafigyel, hogy nekik kedvezze, mert általában ők jóval nagyobb tömeget tesznek ki, aztán meg megy a sírás, hogy ó, most megint a profiknak kedveztek, hiszen a versenyek révén meg mégiscsak ők azok, akik óriási hypot tudnak generálni, meg bevonzák az embereket, ugye, akár a stadionokban, meg a különböző rendezvényekre. Szóval a Ubisoftnál, hogy érzitek, hogy már ez is problémát okozott, hogy el sem tudták dönteni igazából, hogy melyik irány legyen? Határozottan van. Nagyon, nagyon bólogatunk mindeket. Keszetet, ha szeretnél egyébként. Sok hozzáfűzni való, ehhez nincsen. Igen, jól látod. Én is úgy gondolom, hogy a. a esportolók és a casual szféra réteg közti különbségekből adódóan, pláne a Rainbow-ban nagyon nehéz dolga van a fejlesztőknek, tehát hogy azért egy kicsit próbálom őket védeni. Én úgy gondolom, hogy ha lenne esetleg egy Siege 2, az abban is segíthetne, hogy már az első perctől kezdve egységesen lehetne vinni mind a két vonalat, mert látunk olyan esportjátékokat, ahol mondjuk egy ranked, az pontosan letükrözi az esport meccseket. Éven. És ez szerintem szintén egy nagy gond a mai napig ez, ez, ez 7-8 évnél járunk, és még mindig nincsen ilyen. Meg, meg ugye nincs az, hogy én elmegyek a haverémal hülyeskedni egy kicsit szícsbe, akik mondjuk ö, sokkal alacsonyabb szinten játszanak, mondjuk akár az átlag alatt játszanak, mert csak néha, ha, néhány havonta nyúlnak hozzá a játékhoz. Nincsenek olyan játékmódok, amiben el tud, eddig nem voltak a játékmódok, amiben elmegyünk kicsit pufogtatni, kicsit repellezgetni, stb. Igen, tehát ahol nem a játék maga a lényeg, hanem csak úgy, hogy beszélgetünk és közben Így van, így van, így van. Nincsenek meg ezek a játékmódok. Ugye? Kivettek, ugye, amiről beszélgettünk itt a legelején a podcastnek, hogy hogy kivettek olyan dolgokat, amik mondjuk a casual-ek imádtak, mondjuk ez a sötétséget, stb. nem kellett volna kivenni. Van a, van a casual pályák, ami, ami lehet akár egy realizm mód, így kiadni a játékon belül, meg van a ranked. És minden kell döntheti, hogy most éppen hol szeretné játszani. Hogy most vértízadva szeretne ö, ö, elót szerezni, vagy pedig, vagy pedig kicsit casual kikapcsolódni, kicsit élvezni a játéknak a szépségét, mert ami még mindig jól néz ki a játék egyébként, főleg a, a 4 k ultra HD Igen. grafikát, pakkota leszed, akkor nagyon keményen tud kinézni máig a játék, tehát megállja a helyét most is a, a, a piacon abszolút, frissen vásárolt játékként is, de egyszerűen nincs lehetőség azt a képvilágot előhozni, mint ami régen volt. Nem, 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 úgy néznek ki a dolgok, és nem egyszerűen. Szerint, legalábbis én laikusként, meg valamilyen fejlesztői fejlele is azt mondom, hogy már nem játékfejlesztői, de programozói fejlő azt mondom, hogy egyébként megoldható lenne. Uh, itt gondolom a konzolokkal volt probléma, ugye multiplatforma játék. Lehet, hogy a tárhelyel is, mert hogy a játék nagysága, mert azért beletenni ugyanazt a mappot, sötét, füstös. Hát, van most a Warzone nem mondanám, úgy, egyébként. Igen, is. Igen. nem lehet több pálya, mert nem fér bele a patch. Én úgy gondolom, hogy túlságosan műanyag a lett a játék, legalábbis nekem biztos. Jobban szerettem a, a vibe-ját régen, viszont de e-sport szempontból, ugye ez, esport jó. szempontból ez, meg jó. ez a jó, de tehát de, ahogy te is mondtad, ha valakinek kedvezünk, akkor a másiknak pedig ártunk, úgyhogy. Ez... De ezt lehet lehetne úgy, hogy együtt balanszolnánk. Pont ez, amit mond, mondtam, hogy, hogy van van a casual rész, különképpen választanám, még míg a Ubisoftnál tényleg az volt, hogy ez a fú, most kinek kedvez, Vagy egyiknek, vagy másiknak. Igen, vagy egyiknek, vagy másiknak, nem, nem mondtam meg, hogy mind a kettőt, például nagyon egyszerűen két különböző gamemóddal meg lehetett volna ezt oldani. Beszéltünk néhány szót már arról, hogy ugye akár a nemzetközi szintet figyelembe véve, hogy ott is vannak olyan csapatok, akik nem nagyon találnak támogatottságot, de mi a helyzet egyébként a nemzetközi és ezáltal a magyar szférát illetően? Hogyan látjátok egyébként a játék helyzetét kompetitív szinten? Nagyon Jó, sóhajtok. Nagyon igen, igen. Na, 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 sóhajtok. Nyilván nekem elég komoly érdekeltségem a csapatokban a vált kapcsán meg a, a, csapataim kapcsán, de hogy így, hát nem tudom, most a, leg, a jelenlegi csapatunk elég nagy dilemmába vagyunk, hogy hogyan lesz a folytatás, meg, meg miképpen legyen. Ugye mi itt a vágyban, amikor csak tehetjük, hosszú távon tervezünk. Tehát, hogy lemegy, mint tudom, indul egy október-november, összerakunk egy csapatot, vagy egy meglévő csapatot minimális átalakításokkal tolunk előre, és akkor letolunk mondjuk egy, egy évet együtt. Most is ez volt, nagyjából kisebb, nagyon minimális cserékkel vétoltuk, egy m egy V4-et, challenger League kvalifikációt, stb. De már a harmadik Challenger kvalifikáció előtt már nem csak a magyar, hanem a nemzetközi csapatoknál is ez a kicsit ez a tanástalanság, amikor bejelentettek, hogy ja, amúgy ez nem fog már eltérni, és így Ja, hát, tehát, akkor nem, minek nem játszunk? Nem tét nélküli, de, de így ez a a korábbihoz képest az lett a feeling, -e, hát, hogy... Meg, meg ez a, most gondolj el, hogy elmész egy versenyre, azt mondják, hogy figyelj, nem mondhatjuk még el, hogy mit fogsz nyerni, de majd később, hogy egész jó lesz neked, hogyha most ezt megnyered, és ez a ez a nesze semmi fog meg jó kategória igazából, nem tudsz el mit kezdeni, hogy nem mondják azt, hogy figyelj, lesz ez az invitational, meg az a major, meg stb. Ennek lesz egy zárt kvalifikáció, és mondjuk a playoff off be fogsz jutni, hogyha mondjuk a Challenger ligát, meg... Nincs, nincs, ez még így felépítve, hanem ez a majd lesz majd valami, eskü megígérjük nektek, hogy lesz majd valami, de még nem mondhatjuk el, vagy nem mondjuk el, vagy nem tudjuk még valamelyik válasz egyet. Meg variálnak, tehát minden éven, januárban, vagy nem tudom, tél környékén kiadják, hogy ez a jövő évi kompetitív rulebook, a jövőévi évi format, és aztán azt mindenki megszokja, bejáratódik, és aztán következő megváltoztatják, tehát ennek semmi értelme, valamihez ragaszkodni kell szerintem nekik. Meg kicsit azt érzem az r hogy a ja, tíregy tír egy az, hogy ott van, okés, és? A Tier 2, ami lenne mondjuk a Challenger League szint, egy évben egyszer volt eddig Challenger League. Két hétig. Teljesen vállalhatatlan. Így van. Te, tehát abban abba a két hétben dölt el csapatoknak sorsa, hogy most egy évig malmoznak, vagy egy évig a legmagasabb szinten nagy fizetéseket játszanak. Ez, ez egy óriási nagy különbség a kettő között. Tehát gondolj bele, például a legutóbb mi volt az M&M, -e, kivel ellen is játszott a... Fú, nem is emlékszem már. De végül az nem jutott be. b volt, ötödik pálya... Hét-hét az állás. Ez nem vagy vagy De lehet, hogy Penix-ék volt. penix Team Parkon lúzoltak valamit? Én clubhouse emlékszem, de hát mindegy, a... sok ilyen volt. Igen, az, volt több ilyen. Az is. a baj, hogy a, a történelem megismételte önmagát, és az ember azt hitte, hogy ha egyszer megtörtént, akkor még egyszer nem ugri bele ebbe a Ubisoft vagy valami, hanem átszabják a rendszer és nem. És megint az volt, hogy a Challenger League kvalifikációnak, vagy bocsánat, a Challenger league a legvégén egy B5 utolsó köre dönt arról, hogy valaki megy a, se, a, a, szó szerint, tehát egy évig nem fog tudni semmit csinálni, vagy egy évig játszik, és egy kör dönt erről. Hát ez, ez valami kíméletlen dolog. Most és oké, és hogy addig tartott a meccs, meg, stb. De hát igen, egyik az, hogy nem volt végtelen overtime egy ilyen fontos meccsen, a másik meg az, hogy azóta a vesztes félből többen visszavonultak. Tehát nem úgy, így van. hogy akkor most nem játszok olyan komolyan, hanem oké, ennyi agyvérzés, nekem elég volt, elmegyek dolgozni a szakmámban, a diplomámmal, családot alapítok, stb. De hát nem is tudom át csinálni. Nincsenek versenyek, ahol tudnak indulni igen, ilyen tehát szinten. Úgy... mert Vannak a nesenölök. Itt... A, amiben most így indulnak, de hát azért az megint egy másik kategória, főleg ugye ezek a csapatok, ez ilyen Challenger meg EU szintű csapatok, ugye mondjuk nézzük meg a Német Ligát vagy a Francia Ligát, Igen. ahol ilyenek, hogy az ötödik helyezet jut be a Challenger be mert az első négy az már EU csapat, tehát hogy Igen. nincsenek jól felépítve, vannak jó vonások a, a verseny felépítésekben, de így most egy katyfasz az egész. Egy katyfasz, és látszik az, hogy ahogy, hát a nézőszámokon abszolút látszik, hogy mondjuk akár csak a, magyar adást nézzük, ö, már ameddig volt magyar adás, ameddig ugye? Néztük, igen. Igen, ameddig, ameddig volt, mint nézni, hogy mondjuk két-három évvel ezelőtt ilyen 1500 ember is akár megnézte a, a szék a riviat, meg a döntőt, igen, meg, a, meg többi. a magyar csapat külföldi meccseit. Azt mondom, meg ne is beszéljünk. Lesz így van, azt az, az mindig nagyon-nagyon sokat néztek, a magyarok játszottak külföldek ellen jelenleg meg... Ilyen nem törődömség van már tulajdonképpen. Így van. Ez azért is hangzik szörnyűnek, mert igazából ugye ahhoz, hogy eljuss a tír egyes szintig, gyakorlatilag az utánpótlás az, hogyha az esportot, akár a sportot nézzük, mindenki úgymond elként kezdi. Tehát látnia kell maga előtt, hogy milyen szinteket kell megugrani ahhoz. És ugye, hogyha nagyon kevés lépcsőfok van, és azok is azért foghíjasok, meg nagyon nehéz megugrani, akkor gyakorlatilag igazából Hát hogy mondjam? Az ember már lehet, hogy nem is jut el mert jóval előbb elveti ezt magába, hogy nem akar vele foglalkozni. Egy egy tart a játékra, mert jelenleg a játék már másfél év vagy két éve ranket szinten mondjuk, ahol mondjuk lehetne. Az egyetlen eleme a játéknak, ahol lehetne Igen. elvileg fejlődni, tele van csaló. Az a baj, hogy erről tudnánk két órát is beszélni a rankedről. Igen, csak így röviden, röviden, összefoglalva, az, hogy te minden nap, mert nem lehet minden nap reggeltől estig meg versenyt játszani, olyan is kell, hogy legyen, hogy most leülünk hárman, négyen, akár öten, megnyomjuk a mondjuk azt, hogy kompetitív játékmódot, a, ami mondjuk egy MMA-csében, vagy, vagy tudom én, itt megnyomjuk a rankedet, és akkor elmegyünk játszani, és azzal is fejlődünk, mert oké, okay, hogy nem az életünkért játszunk, de azért odafigyelünk, amikor Cláxszitu van, azért elhallgattunk teljesen, stb. És, és akkor úgy azért úgy mindenki jól jár, mert azért lehet is fejlődni vele mert azért a legelső wild line az, az, nagyon nagy mértékben rankeden fejlődött, a combat robza, vonal, folly, tehát érted, folly is úgy lett uh, olyan jó skillből. Onnan lettek scoutolva az emberek, igen, igen, nagyon igen. volt rankedon, megismerkedtél vele. Látod benne. a statját, meg a többi, van. és akkor na, tryout, meg, meg ahogy megy, és ö, nem lehet rankedezni. És a másik dolog, hogy itt nincs olyan mincsében, hogy elindítok egy fészítet, mert ha elindítasz egy fészítet, akkor magadnak kell, a, hát nem a szerver, de a lobbit összekonfigolni, ami több idő, mint a meccs. És ugye, hogy valaki kikressel, akkor rehoztolni Tehát a mindennapi játék, az, az, nincsen biztosítva. Így van. Meg, még egyszer mondom, a csaló probléma az a rosszabb, hát mint bármelyik nincsen, másik játékban. Tehát bármi, most jelenleg, hogyha húzunk most egy vonalat, hogy akkor most nézzük meg, hogy melyik játékban a legnagyobb probléma a csalás, a, a, Rainbow az leghátul van ebben. De, de viccen kívül, tehát és ez nem túl nem rosszabb, fel... mint a kod. Mert hogy a hát legnagyobb, legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma, a... igen, legnagyobb így, a... így értem. Tehát, hogy Mindenki mögött van, Igen, mindenki mögött hullok. Igen, Igen. tehát hogy, hogy, hogy valahol úgy jött ki, hogy egy kernel-based uh, anti-cheat van benne, uh, az R6-ban meg van egy uh, nem tudom, egy közepes befizetésű battle.ai elő, Battle előfizetése a Ubisoftnak, és mi volt most, teg, éppen pont tegnap az EUL-nek a ötödik napja volt, vagy negyedik napja volt, spojított el az EUL meccsik alatt, hogy két órával bandolták, statisztikai, statisztikai band alapján <laughs> Kacagok, kacagok, Itt, itt tartunk 2022-ben egy Rainbow six is, sajnos... Igen, ez azért tényleg szörnyű, mert hogy egyénileg se látja egy játékos azt, hogy hova Az tudna ne? fejlődni. Tehát nem elég, hogy mondjuk csapattal nem tudtak előrébb lépni, hogyha lenne egy tehetséges játékosod, ő se érzi azt, hogy na akkor, ha mondjuk nem a wild hanem egy másik csapatba, mert nincs igazából... Hova? Egyébként mennyire nehéz ebből a szempontból most a csapat menedzselése? Mert nyilván neked több játékban is van érdekeltséged a Wild-dal. Ez gondolom játéka is válogatja, de akkor a Rainbow az most így nagyon a periféria szélére sodródott? Hát, ha még nem is lett odasodorva teljesen, de eddig tudtam valami célt kitűzni a játékosaimnak. Tudtam nekik uh, felrajzolni egy, egy, tervet, igen, hogy, hogy nézd, itt egy karrierút, itt a lehetőség. Most meg jelenleg, hogyha tényleg behozzák ezt a tier egy franchise rendszert, és a tier 2, tier 3 továbbra is marad ez a szint, azt tudom mondani nekik, hogy uh, figyelj, uh, ha szerencséd van, talán valaki egyszer felkarol. Ez nem egy karrierút, tehát ez, ez, ez nem egy működőképes dolog. Azért League of Legends-ben, tegyük hozzá, hogy működik egy franchise rendszer, mert ott valójában őszintén a League of Legends bármilyen rendszerben működne. Tehát, hogy tök mindegy, mi lenne a rendszer, nem kell franchise rendszer, mindenben működne, mert olyan annyira játszott játék. De egy, de r 6 ahol jelenleg is probléma a tier 2, tier 3 közti különbség megtétele, hogy most ki is igazából a tier 3, meg a tier 4, stb. Ja. Ugye, meg, 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 meg az ilyenek. Most ez még jobban így besűrűsödik, hogy most ki hova tartozik pontosan. Nem tudsz egyszerűen egy karrierutat felállítani egy játékosnak. Nem nem, 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 tudom ösztönözni arra, hogy miért gyakorolja, mit érjen el most. Lehet mondani, hogy persze nyerjen meg egy magyar nemzeti esport bajnokságot. Oké, és megnyerte kétszer, háromszor. Hova tovább? Ho -ho Hol az egyértelmű következő lépési lehetőség? Mi a következő cél, amit kitűz maga el? És mondhatnánk, hogy eddig mondhatok azt, hogy akkor a Challenger League, ugye Open kvalifikációs volt, és jó, rendben annak is egy olyan kvalifikáció van, ami hagyni még kívánni valót maga után. Ugye, single elimination ágra, ez oké, és van benne három és pontokat kell gyűjteni, de hogy most háromszoros sorsolás kapsz, háromszor kapsz ki azok ellen, akik megnyerik az egészet, velünk kétszer megtörtént, vagy akik pont, akik döntőbe kerültek. A, a svájci volt a legjobb pár éve, nem? Amikor az IS-et az... igen. Hát igen. Ja, ott is egy nagy szakítás volt az isl lel igen, igen. Uh, ott jogos volt mind a két oldalról a vita, egyébként azt mondjuk, az azért még egy hosszabb beszélgetés lenne, de aztán egy vicces, hogy utána ugyanúgy visszamentek az isl -hez. Az, R6-hoz jobban ért az ISL, ez egészen biztos szerintem. <laughs> az R6 esporthoz, inkább. Az R6 esporthoz, igen. igen. mert az lehet, hogy vannak más játékok, ahol nem az ISL a legkeményebb, meg például Csében ugye szervezett major a fészít pár éve, tehát azt, azt a hogy ott lehet máshogy van, meg ahhoz nem értek annyira, nem mintha annyira nagyon értenék. de, de rainbow biztos, hogy a, a, verseny részéhez az ISL jobban értett, mint a Faceit. Meg Do, mint dogi, a Ubisoft pláne. Dogi fogalmazta hogy nekem utána nagyon jó, amikor erről beszélgettünk, hogy nem tudtuk, hogy milyen jó dolgunk van még akkoriban. Tehát a, akkor is mondta az ember, hogy ezt lehetne kicsit másképpen, de nem volt annyira erős az érzés. Most az a, az a fú, nem voltunk teljesen boldog, de hogy most aztán nem vagyunk boldog, az száz százalék. Mondom, sorra hagyják ott a játékot. Tehát, ami eddig életben tartotta az Erhatot, a kompetitív szint az kezd egyre kisebbre ö, csökkenni. Nézzük, nem, nem csak a magyar adás nézettség, ugye az előbb pont azt nem lehetem, de a nemzetközi adásnak a nézettsége is egyszerűen. Hát nincsenek már sztárjátékosok, nincsen Pengu például. Így van. Egy boló van, aki azért elég, de most TSM mondjuk rossz, de mindegy. <laughs> Meg tehát a, a régi nagyjátékosok közül, még Canadian, ő még azt hiszem játszik, játszogat, de... de, de igen, aki el el hát megkapcsolód el az adást, egyre kevesebb van magyar szinten is. És nem, de de fia a legtöbb r influencer már nem is r játszik Twitch-en, meg, meg YouTube-on, hát mert nem az a stream, mert nem tudja, mert annyian lecsalják, hogy hogy egyszerűen meg le stream-snapolják, stb. Nem tud egyszerűen vele uh, mit csinálni, úgyhogy ilyen szempontból sincsen marketingen már a game, úgyhogy ahol csak lehet most uh, csökken, és uh, én már kezdem azt látni, hogy a Ubisoft így nem tudom, hogy beletörődne abba, hogy jó, uh -huh. oké, okay, és ez a játék lassan itt vége lesz, aztán volt szóra hogy lesz majd c 2, de hogy az hogy áll, milyen engine -en lesz, tehát egy Unreal Engine-re esetleg. Ugye most nagyon sok kiadó azon, nem tudom, versenyez egymással, ki lesz az első, akkor az első Unreal 5 engine AAA játékot ki fogja adni, ami szárjani fog, most nem feltétlenül elsport sport szinten, alapból, meglátjuk. Viszont volt egy giflan is. Oh, ami volt, 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 nyilvánvalóan, hát legalább a hazai közegnek egy kis, hát nem is tudom, segítség, vagy egyáltalán egyébként ezek a LAN versenyek is, akár, de tök mindegy, mondhatjuk online vagy offline, szerintem ebből a szempontból nincs különbség, akkor látjátok még azt az erőt, hogy ezek egyébként segíthetnének, hogyha mondjuk a Ubisoft azt mondja, hogy regionálisan is jobban odafigyel. Tehát gyakorlatilag nem csak a, a Tier 1-esre kellene oda koncentrálniuk, hanem akár a Tier 2, Tier 3-nak is a segítése, és ezáltal mondjuk a felkapottabb régiókban, hogyha még jobban, ugye mondjuk a kommunikáció, akár az is sokat segíthetne, szóval, maga ez a LAN, ez uh, szolgált ilyesmivel, vagy pusztán a szórakozás? Igen, szerintem szolgált ilyesmivel. Ha mással nem, akkor egy üzenet volt a communitynek, hogy azért még van Magyarországon Rainbow LAN, meg még lehet verseny, akkor is, hogyha nem a legkeményemjeleményért ment, meg, meg nem az volt a célja, hogy akkor most magyar bajnoknak hívjuk magunkat, mint ugye volt már más ilyen garázslan-szerű, amikor megnyerte valaki, és akkor kiírta, hogy magyar bajnokok, úgyhogy egyébként a Wild utána játszott egy hónappal tényleg magyar bajnoki döntőt. Na de lényeg a lényeg, hogy amúgy a Ubisoft lehet, hogy inkább az lenne a legjobb, ha kicsit elengedné a Tier 2 Tier 3-at, mármint a mikromenedzselését, hogy így hátrább lépnének, és azt mondanák, hogy aki szeretne szervezni, licencet elkéri tőlünk, meg akár az olyan land stb. és akkor csinálnak itt uh, akár nagyon nagyszabású eventeknél is lehetne ilyesmi, tehát például egy csében mindig azzal példáulzunk, de nem tudom, valamiért nekem az nagyon bejön, hogy uh, De ott a segítség, van, hogy a Valve gyakorlatilag szabad kezdet igen, talán, tehát va, nem kell va, attól tartanot, van, van hogy jön, Flashpoint, vagy... Blast, nagyon sok minden, és uh, éppen ez, ez nyilván Tier 2, Tier 3 is igaz, onnan nem tudok már, de például a Viplay van egy ilyen liga a csében, az nagyon-nagyon sokat jelent. Az akadémia uh, igazának, Igen, a tehát a Torzsi is azt hiszem ott nőtte úgy igazán Abszolút ki magát. Úgyhogy az ilyenek kell lennének r is. Volt egy próbálkozás a ccs azt hiszem az volt. Igen, igen. De hát nem lett belőle sok minden. Még volt a OGAPIT, vagy valami ilyesmi. Igen, volt az OGAPIT. Ezek ilyen félig ubisoft voltak, tehát nem ilyen full saját, mint ahogyan mondjuk egy viplay full saját a WiiPlay-eseknek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy hogy t 2, t 3, vagy esetleg, hát ez nyilván a Giflen, ez tírek alatti volt, tehát ez ilyen egynapos játszunk egyet volt. Az, az ilyen rendezvényeket is úgy, szabad, szabadabb kezet kéne adni a Ubisoftnak szerintem, és határozottan egyébként ennek a lannak kifejezetten, szerintem a legnagyobb célja ez volt, hogy egy üzenetlen a magyar kommuninek, hogy, hogy van még, van még ilyen rendezvény, mondhatjuk azt, hogy egyébként igényes rendezvény, most nem csak Prodba, hanem a helyszín maga is szerintem abszolút olyan volt, ami érdemes volt kilátogatni, úgyhogy igen, az ilyen, ilyenből kéne több. Végül egyébként ugye eleinte nem is az, hogy pessimistán álltam a rendezvényhez, csak mindenki másképpen állt hozzá. Mm. Ugye meg valahol úgy volt megírva, hogy verseny, és akkor nagyon komolyan kell venni, valahol meg úgy, hogy lanozgatunk. Mm -hmm. És ugye valamelyik csapat uh, így fogadta, valamelyik úgy, és még, még Bercékkel össze is szólalkoztam Igen, egyébként, Igen. meg a belső ja, szokásos. szokásos. hogy most ki miért is megy le erre a rendezvényre, és igazából rájöttünk, hogy, hogy az a szó, hogy fun, más jelent egy félprofi profi játékosnak, és más mondjuk egy elrétegű játékosnak. Mm. És én azt mondom, hogy ez a rendezvény, ez így ebbe a formában szinte tökéletes volt. Tehát, hogy volt egy minimális nyeremény, volt valamennyi lebonyítás az egésznek, nem volt túlságosan komoly, tehát, hogy annyira vette magát komolyan a rendezvény, mint amennyire tényleg komoly volt. Sőt, meg van, meg komolyabb is vette ki kicsi magát, de ez jó volt. A technikai feltételek adottak, voltak a helyszín, jó volt, az ellátás jó volt. Tehát, hogy ez, ezek mind, mind jók voltak, az adás nagyon jó volt szintén. És egy olyan élményt adott uh, újra a magyar játékosnak, amik már, amit már, három éve kerestek, uh, és, és szerintem nem csak r ban ez bármilyen más játékban. Ezt az élményt keresik a magyar játékosok, hogy elmenjenek, egy kicsit hülyeskedjenek, kicsit kiengedjék, kiengedjék a gőzt, kicsit kiabáljanak egymással, stb. Már amennyire az adott verseny vagy rendezvény szervező ezt megengedi, itt meg volt engedve szerencsére, hogy az ember kiadja a gőzt és uh, a legjobb értelemben tett jót ez az R6 közösség, a magyar közösségnek. Láthattuk azt, hogy a legjobb és a, a legrosszabb magyar játékosok is azt írták, hogy nagyon jól érezték magukat ezen a, ezen a, rendezvényen, és hogy még sok ilyet szeretjenek, mert az élmény maga, amiért lement, az jó volt, és teljesen mindegy volt, hogy ki nyerte, ki lett második, harmadik. Persze kiosztották a díjakat, meg volt serleg, meg stb. és meg érem egyebek, de hogy... Ö, az már streamben egyébként nem is volt olyan, már rekl streamben, mert a lényeg akkor már véget ért. Tehát ez Ilyen. nem a díját adó volt a lényeg benne. Úgyhogy ez, ez, nem csak r ban hanem más játékban is nagyon fontos, de az, az beszédes, hogy ez a 8, csapatos rendezvény, ez így lett tele. Tehát, hogy és fizetős volt? És fizetős volt. Tehát, hogy jó, nem egy nagy összeg Nem egy nagy összeg, hogy 10 ezer forint volt névleges nevezés Amit igazából a csapatok visszakaptak, az olyan forrába, hogy vásárolhattak ezt a játékot. kihattak igen. ott a GamerLandbe, de azt tegyük hozzá, hogy hogy így betelt. Tehát, hogy egy 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 akármilyen játék, vagy egy League of Legends szerintem épp ugyanígy bebetelne, mert erre az élményre szüksége van minden esportban a csapatoknak. Csak ugye most COVID-ból, stb. egyéb dolgok voltak, és nem igazán tudtak ezek a rendezvények kibontakozni, vagy, vagy megrendezése kerülni, de már előtte is viszonylag kevés ilyen, ilyen kezdeményezés volt szerintem. Hát igen. És az a baj, hogy, ahogy te is mondtad, a Ubisoft jól az ilyeneket támogatná, eddig úgy, úgy nézett ki, hogy az emnebet is jobban megtámogatja. Igen, tehát jó, hogy nem tiltja. Már volt, volt az a szint, amikor már annak örültünk, hogy nem tiltja például egy M-nevet. Hát ezt maga a Ubisoft is kimondta, hogy egyelőre engedjük, hogy ez menjen. Igen, ez, igen, ez volt ez, ez, ez a Ez volt a kommunikáció. Nem tudom, mennyire ez publikus, publikus hát ezt ők maguk mondták, hogy, viszonylag publikus a nem hogy, hogy, igazából látják, hogy van nem, nem, de ők ezt így engedik, hogy, hogy menjen. A nagy vonalúak lesznek. Nagy, nagy vonalak lesznek, igen, a lesznek, ez és engedik. egyébként nem tudom, hogy sok minden lelövöl, lelövöldözne a jogi, hát szó, igen, szó, csak tényleg is. az, hogy ugye alapból oda kell menni egy kiadóhoz, és a legkisebb versenynél is szinte meg kell alapodni arról velük, hogy, hogy te csinálhass versenyt, és ne lőjék, legyen ott potenciális az a veszély, ne lőjék. Meg, ha még land akkor külön megkötöttségé vannak a Ubisoftnak, hogy mennyi lehet a díjazás, stb. És most jött el az az év, vagy talán a tavalyi év vége, hogy kiadtak egy hivatalos formot, hogy jó, akkor ezt a formot kell kitölteni, hogy a versenyt akarsz csinálni. És ez a, ember ezzel hat évvel elkéstél el már. Tehát, hogy ez, ezt hat évvel ezzel kellett kiadni, és akkor lehet, hogy talán több kisebb verseny lett volna. Ugye látjuk azt, hogy a V4 az miből nőtt ki. Hogy van az Emneb, volt a, a Cseh és Szlovák Liga, meg volt a hivatalos Ubisoft által csinált Lengyel Liga. És mi már három éve mondtuk, Nekik így egy irányból, meg magyar irányból, hogy lehet, hogy egy ilyen összevont régiót kéne inkább csinálni, mint mondjuk a. a Polish Masters. A, nem, 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 nem az, hanem a. ja, a, ja hogy az például. É, át, az északi, az északi a Nordic, meg a, a Spanyol-Portugál is össze Igen, meg, meg a, a nordikus az UK-val is össze ja, van jaj. csapva, és akkor ugye most lett egy v de hogy mi lesz a folytatása, vagy hogyan lesz, erről sem tudunk még semmit. Most ugye a Wild a Stop 3-ban végzett, de hogy most lesz V4, Winter season, vagy jövőre lesz valami, ez az organizációt milyen formában érinti, a játékosokat hogyan érinti, nem tudjuk, de nem tudja a Ubisoft se megmondani, hogy hogyan lesz még a következő évi versenyszázó. És ez a, ez a bizonytalanság az, amit még mindig reflektálva egy sokkal régebbi kérdésedre, hogy Hol a, hol a jövő egy játékosnak ebben a játékban, akár magyar, akár külföldieknek, hogy ez a bizonytalanság még mindig ott van a levegőben. Akkor a végére, igazából egy ilyen eldöntendő kérdéssel zárnám le most ezt a podcastunkat, hogy a következő egy év az magának a Rainbow Six Siege-nek a jövőjét is meghatározza, pozitív-negatív irányba gondolom. Szerintem Tehát hogyha igen. Nehéz. Én azt mondom, hogy inkább az előző két év jobban meghatározta, mint a következő egy. Ezzel is egyetértek, de én azt mondom, hogy a, tehát, hogy az következő egy év az azt fogja megmondani, hogy meghal vagy hogy nem. Hogy, vissza, vagy van -e nem. vissza é, lesz -e Igen, kép ez, vagy már, sem. ez, már, ez már az... nagyon olyan, hogy, hogy, már épp, hogy talán még van visszaút, de lehet, hogy inkább már nincs. Valami nagyon durvának kell történni igen. ahhoz, hogy itt ez a, ez a Rainbow Six sport olyan magaslatokba szökő, mint mondjuk egy, egy emlegetett Cséló Valorant akármi. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Megpróbáltam kihozni belőlük, hogy egy kicsit pozitívabb hangvételű legyen a lezárás, de hát tényleg úgy tűnik, hogy a Ubisoft az most egy picit, hát mondjuk úgy, hogy kisiklott, és nem a legjobb irányba terelgeti a Rainbow Six siege -t. Meglátjuk, hogy ez a szolgáltatásuk az még felfelé vele, vagy egyébként már ők is arra gondolnak, hogy kéne egy második rész, vagy teljesen más jár a fejükbe. Ezt egyelőre sajnos nem tudjuk. Viszont remélhetjük a legjobbakat. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, találkozunk a következő podcastban, addig is mindenkinek minden jót, sziasztok!